Hát akkor szép jó estét kívánok mindenkinek. Köszönjük, hogy eljöttetek. Ez itt a Magyar Asztronautikai Társaság és a Space Generation Advisory Council közös űrakadémia klubja, annak is a mostani novemberi alkalma. Én Bodó Zsófi vagyok, és itt az előadók között én foglak szórakoztatni titeket. Elsőként egy gyors kérdés, ki az, aki most először jár itt nálunk űrakadémia klubban? Akkor sok szeretettel köszöntelek titeket is, reméljük, hogy visszajáró vendégeink lesztek majd a következő alkalmakon. Egy picit akkor mesélnék nektek arról, hogy miről is szól ez az egész rendezvény, illetve kik is vagyunk mi, akik ezt rendezünk. Az egyik rendezője ennek az eseménynek a Magyar Asztronautikai Társaság. Ez Magyarország egyik legrégebbi űrismeretterjesztéssel, illetve oktatással foglalkozó szervezete. Különböző fiataloknak szóló rendezvénye van, például űrtábor a középiskolás korosztálynak, az egyetemista korosztálynak az űrakadémia. Ezek mind nyári rendezvények, illetve mivel úgy döntöttünk, hogy egy nyári rendezvény az nem elég, ezért évközben megalakítottuk az űrakadémia klubot, ami arról szól, hogy hónapról hónapra összegyűlünk, és különböző érdekes és izgalmas előadásokat hozunk el nektek az űrtechnológia, illetve az űrkutatásnak a világából. A másik szervezője ennek a rendezvénynek a Space Generation Advisory Council. Ez egy nemzetközi diákszervezet, szintén az űroktatásával foglalkozik, több mint 100 országban van jelen a világban, illetve az a célja, hogy különböző rendezvényeken segítse azt, hogy a fiatal egyetemista, illetve fiatal felnőtt korosztály minél inkább megtudja azt, hogy az űrtechnológia, az űrkutatás létezik, és milyen lehetőségek, illetve milyen különleges kutatási irányok vannak benne. Úgyhogy ez lett volna pár szóban ez a két szervezet, és az űrakadémia klubnak most a novemberi alkalmán a szokotthoz kíván két előadást hoztunk el nektek. Igyekeztünk két izgalmas területet hozni, ami valamilyen módon kapcsolódik, de mégis egy széles spektrumon helyezkedik el. Itt a rádiós kollega már nevet, pedig ez nem volt egy... Tehát, hogy egy bolygókutatásról, bolygólégkör szimulációról szóló előadást fogtok hallani, illetve majd egy műholdas rádiós kommunikációról bevezető előadást fogtok hallani így az est második felében. És akkor én rá is térnék arról, hogy bevezessem az első előadónkat. Két nagyon kedves barátom vállalta el a mai estére az előadást. Egyikük éppen most számoltuk ki, hogy pontosan 20 éve találkoztunk először, 1999-ben a MANT kecskeméti űrtáborában, akkor fiatal lelkes középiskolásként, és most pedig eljött hozzánk, hogy előadást tartson. Vince Miklósról van szó, aki fizikus, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Kutatási területe a légköri és óceáni örvények, konvekciós és hullámjelenségek vizsgálata. Jelenlegi munkahelye az ELTE TTK Kálmán laboratóriuma. Kutató munkáját pedig 2017-ben Junior Prima díjjal ismerték el a földi klímaváltozás első laboratóriumi minimál modelljének megalkotásáért. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy fogadjátok sok szeretettel Vince Miklóst. Szép jó estét kívánok! Most itt egy kis ilyen kábelező buli következik először, és addig előjáróban, köszönöm, elér eddig? Nem ér el eddig. Tehát ez a szokásos kis feszültségfokozás. Nézzük meg, hogy megjelenik-e. Igen, csak valamiért úgy gondolta, hogy nem a megfelelő állapotban, mert ugye nem ezt kéne látnunk, hanem... Érdekes, hogy ez elő... Na jó, próbáljuk újra. Ja, igen, nézzük azt, hogy duplicate. Klak. Ez az. Oké, ez elvileg most jó lesz. És akkor... és tényleg, nagyon jó.
Köszönöm szépen, tehát nagyon, nagyon köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, és valóban arról fogok beszélni, hogy bolygó légkörökről mit lehet tanulni egészen furcsa módon ilyen laboratóriumi méretű kísérletekben, mert hát ez az, amivel mi foglalkozunk. A Kármán laboratórium, ahogy ez el is hangzott, hogy én ott dolgozom, az itt van körülbelül a szomszédépületben, tehát az ELTE TTK Lágymányosi kampuszának az északi tömbjében helyezkedik el, és legjobb tudomásunk szerint ennek az 1000 km sugarú környezetében valóban ez az egyetlen olyan labor, ami kifejezetten abból a célból jött létre, hogy ilyen nagyon nagy léptékű, bolygó léptékű áramlási jelenségeket vizsgáljunk piciben. Az egyáltalán egy nem triviális dolog, és a világ egyik csodája, hogy ez egyáltalán lehetséges. Ezt az áramlástani hasonlóság elve teszi lehetővé nekünk, ami természetesen ugyanaz az elv, lényegében, amit itt a Műszaki Egyetemen is például az áramlástan tanszéken követnek, hiszen itt is vannak ugye szélcsatornák, például autók vagy akár épülettömbök körüli áramlási jelenségeket kitűnően lehet vizsgálni, úgy, hogy az ember megfelelően figyelve arra, hogy bizonyos mennyiségek arányai megtartsák a helyes értéküket, le tudják skálázni a nagyméretű problémákat kicsikre. Amiben az általunk végzett áramlástan, az nagyban különbözik a mérnöki áramlástantól, az elsősorban ez a három jele, hát tulajdonképpen hatás, ami olyan jelenségek kialakulásához vezet a nagyléptékű légköri, illetve óceáni áramlásokban, amiket a hétköznapi életben nem szoktunk meg. Az első számú ilyen fontos különbség, például a Volkswagen bogár körül kialakuló áramlás és mondjuk egy ciklon áramlása között, ugye az a legfontosabb különbség, hogy a Föld az forog. Ugye hát ez ugye nem vág földhöz senkit annyira ez az információ, de tényleg így van, és természetesen a hétköznapi életünkben ennek a hatása elhanyagolható. Tehát való igaz, hogyha belerugunk egy labdába például, akkor a Coriolis erő hatására annak az iránya némileg eltérül, hiszen miközben ugye Newton megfelelő törvénye alapján egyenes vonalú egyenletes mozgást óhajtana végezni a labda, közben, ha úgy tetszik, mondhatjuk így, hogy a Föld kifordul alóla, tehát mi, mint együttforgó megfigyelők azt látjuk az északi féltekén, hogy a labda egy kicsit jobbra húz. De hát általában nem ezen szokott múlni a futballmeccsek kimenetele, tehát hétköznapi életünkben ennek a hatása elhanyagolható, mert pici. Ugyanúgy az sem igaz, amit szoktak mondani, hogy a fürdőszobában attól függ, hogy merre megy le a lefolyó, hogy melyik féltekén vagyunk, mert létezik ilyen hatás, csak a hétköznapi életünkben ez kimutathatatlanul kicsiny. Elhanyagolható. Viszont az 1000 kilométeres légköri áramlási rendszerek szempontjából viszont a elsődleges fontosságúvá válik. A másik ilyen hatás, amit persze a mérnöki áramlástanban egészen nyugodtan el lehet hanyagolni, az a sűrűségrétegzettség. Tehát egyszerűen az, hogy az ember fölmegy egy hegyre, akkor ott csökken a sűrűség, vagy a légnyomás is csökken. Természetesen megint csak az van, hogy ez a Volkswagen bogár körüli áramlási mezőt ez nem érinti. Viszont amikor az ember arra kíváncsi, hogy a különböző rétegekben, például egy stratoszféra ballon milyen magasra megy föl, és ott hogyan oszcillál föl le, mert ilyeneket csinálnak ezek a dolgok, akkor persze nagyon fontos lesz. És persze a harmadik, az pedig a sekélység kérdése. Persze tudjuk, az óceánra és a légkörre is igaz, hogy ezek nagyon vastag dolgok, meg hát nem is definiálható egy szélesség, például a légkör esetében nem nincs kirakva egy tábla, hogy itt kezdődik az űr, de hát azért mondhatjuk, hogy ugye exponenciálisan ritkul fölfele a sűrűség, tehát a légkörnek a 90-valahány százaléka, ami az anyagot illeti, az lent van az alsó 10 kilométerben, vagyis a troposzférában. És hát ez a troposzféra tényleg 10 kilométeres, miközben a horizontális kiterjedés az akkora, mint az egész bolygó. Tehát ez iszonyatosan sekély. Erről az emberek egyébként el szoktak feledkezni. Úgyhogy most akkor ide be is tettem, hát űrakadémia klubban vagyunk, tehát akkor betettem egy űrhajóstól egy idézetet, aki ugye Scott Kelly, ott látható a feje. Ugye van még egy ugyanígy kinéző űrhajós egyébként, mert ez egy űrhajós ikerpárnak az egyik tagja, hogy ezzel szórakoztassák a világot, ugye? De ő viszont az volt, aki 340 napot fenn volt egy húzamban az ISS-en, úgyhogy neki aztán el lehet hinni, amit mond, és ugye azt mondja, hogy mindig megdöbbentette, hogy milyen leheletvékony a légréteg, olyan, mint egy film, azt mondja, olyan, mint egy kontaktlencse a szemen. És hogy hát ugye mindig elborzadt attól, hogy ez a vékony réteg az, ami nekünk van. Egyébként ez nem annyira elborzasztó, üzenjük Scott Kellynek, hogyha nem lenne ennyire vékony a légkör, akkor talán sokkal brutálisabb következményei lennének a dolognak. Például, ha nem lenne ennyire vékony a légkör, akkor például egy hidrogén bomba robbanással lehet, hogy el lehetne az egészet fújni, de mivel hogy a légkör vékony, ezért bizonyos értelemben
az akár még jól is elsülhet adott esetben. Persze, másfelől meg tény, hogy ugye egy vékony réteget sokkal könnyebb teleszennyezni, mint egy vastag réteget. Az üzenet mindenképpen az, hogy a sekkélység az egy nagyon alapvető tulajdonság, ami befolyásolja az áramlási jelenségeket, és ezt a sekkélységet még akkor is mondom, hogyha később az előadásban azt fogom mondani, hogy egyik másik bolygónak a légköréről kiderül, hogy vastag. Hát ahhoz képest vastag, persze, amilyen vékony lehetne a légkör, de az még mindig nagyon sekély. Na, szóval majd erről beszélgetünk sokat. Na, tehát az a lényeg, hogy egy kis kultúrtörténeti bevezetőt nem úszhat meg az ember természetesen. Ha már ilyen jó kis előadóba kaptam meghívást, akkor gondoltam, hogy most aztán visszaélek a helyzettel, és akkor elkezdtem utána járni, hogy mióta tudjuk egyáltalán mi, mint emberiség, így kollektíve, hogy vannak más bolygóknak légkörük. Na hát az első ilyen bolygó természetesen a legközelebbi bolygószomszédunk, a Vénusz, amiről kiderült, hogy van légköre, és ráadásul szerencsére jó sűrű légköre is van, tehát relatíve könnyű volt észrevenni, mondjuk így utólag. Tehát azért az egy nagyon nagy bravúr volt 1761-ben, amikor ez a Mihail Lomonoszov nevű orosz tudós ugye megfigyelte, akkoriban volt egy Vénusz átvonulás a nap előtt, és azt vette észre, hogy amikor a Vénusz kilépett a nap elől, akkor úgy, ahogy itt a képeken is látszik, körülötte még derengett egy körvonal, ezt lehetett látni a távcsőben. Vagy hát nyilván nem távcsőben nézte, mert a napot nézte, hanem kivetítette egy nagy ernyőre, és akkor ott látta ezt a kis halót a Vénusz körül, ezt a derengést, és akkor innen lehetett tudni, hogy hát akkor annak van légköre, mert ha csak olyan légkör nélküli test lenne, mint a Hold, akkor ilyet nem lehetne látni. Egyébként a Vénusz átvonulás az nagyon izgatta a korabeli tudományos életet. Egyébként ugyanez a Vénusz átvonulás volt az, ami miatt a Cook kapitány elment annak idején, és mint egy melléktermékként ugye felfedezte Tahitit, és ha már űrakadémia klub, akkor megjegyezhetjük, hogy ennek a hajónak az volt a neve, hogy Endeavour, amiről aztán a Space Shuttle-nek az utolsó orbiterét ugye elnevezték. Na jó, ez a fun fact rovat, tökéletesen irreleváns egyébként. Na, de hát a másik bolygó meg, ami itt van közel, az a Mars. Hát a Marsnál ugye nem lehet ezt csinálni, mert ugye sose kerülünk olyan helyzetbe, hogy a Mars légkörét hátulról lássuk, tehát ezt a halós dolgot, ezt a Marsnál ezt el lehet felejteni. Viszont ezt nagyon jól látta például William Herschel, aki kitűnő zenész volt, meg egy másodállásban ugye királyi csillagász, meg az Uranusnak a felfedezője, szóval ez egy igen, 18. századi ember ő is, és hát ő írja le 1784-ben, hogy megfigyeltem a fényesség változásokat a Marson, és hát ebből aztán arra következtettem, hogy az biztos pára lecsapódás meg felhők, tehát tudja, hogy a Marsnak van légköre. Egyébként aztán kiderült, hogy itt arról van szó, hogy a porviharok rendezik át a vintázatokat a Marson, meg persze valóban van olyan, hogy évszakos változása van a Marson annak, hogy mekkora a jégtakaró, mert ugye a száraz jég az, amikor ott tél van, az lecsapódik, és akkor ott fehérebb lesz a Mars, stb. Szóval nagyon érdekes, de ezt ők akkoriban nem tudták, sőt arról is elkezdtek spekulálni, hogy azért van ugye az évszakos változása a fényességének ott a Mars felszínén a különböző alakzatoknak, mert ott akkor biztos az valami vegetáció, tehát növényzet van a Marson, ugye ezt gondolták, de mindegy, az alapkövetkeztetés az helyes volt, hogy a Marsnak van légköre, tényleg van. Azt arra is rájöttek egyébként, ugyanúgy, ahogy a Vénuszról rájöttek, hogy van, ugyanolyan módszerrel a Merkurról elég korán megállapították, hogy nincs. Tehát a Merkur körül nem láttak halót, hogy arra is rájöttek. Aztán a Jupiter az egy érdekesebb kérdés, mert a Jupiter, ugye sokáig nem tudták hova tenni. Ugye a Jupiternek a méretét meg tudták állapítani könnyen, és aztán a égi mechanika segítségével a tömegét is meg tudták állapítani. Ebből a kettőből úgy kijött nekik, hogy ennek ez egy nagyon nagy dolog, ez a Jupiter, ugye, viszont hát annyira nem nagy a sűrűsége. Tehát akkor nyilván tele van az egész gázzal, azt nem tudták, hogy ennek van-e felszíne valahol, de azt tudták, hogy biztos, hogy az kell, hogy legyen, hogy nagyon vastag a légköre. Most ez már egy 20. századi könyv, amit otthon gyorsan kifényképeztem indulás előtt, ezt imádom amúgy, ez egy Jakov Perelman nevű orosz ismeretterjesztőnek a műve. Ez a 30-as években íródott, mert a Plutó már benne van. És ugye azt írja, hogy milyen jó pofa, hogy a Jupiternek biztosan nagyon vastag a légköre, és hogy ebből az következik, hogy ha az ember áll a Jupiter felszínén, ez tök jó, mert így feltételezte, hogy van olyan, de ha az ember áll a Jupiter felszínén, akkor vannak olyan részek, van egy olyan irány, amiben nem lehet kilátni fölfele az égre, mert hogy a Jupiternek olyan sűrű a légköre, hogy teljes visszaverődés van, ahogy itt az ábra mutatja, tehát akkor vannak olyan irányok, amelyből a tulajdonképpen déli bábszerű jelenség formájában, ott a Jupiter túloldalára a képe jut a szemünkbe, ez egy nagyon jó kis gondolatkísérlet, szóval ilyeneken spekuláltak, de azért annyira nem nagyon értették ezeket a gázbolygókat egészen a közelmúltig. Na meg persze ne feledkezzünk meg arról, hogy mi is lakunk egy bolygón, ugye itt van mindenkinek a kedvenc bolygója,
ugye a harmadik szikla a naptól, itt lakunk. Na már most. Az a helyzet, hogy az is nagyon régóta érdekelte az embereket, hogy miért van ezen a bolygón időjárás, és hogy miért van az, hogy ennyire nehéz előrejelezni. Aztán persze, hát ez egy túl bonyolult rendszer. Tehát aki ezt meg akarja érteni, ugye a meteorológusoknak ez a napi betevő falatjuk, hogy ezt megértsék, de hát ez nem egy egyszerű dolog. Ugye a fizikusokat nem nyomasztja az a teher, hogy meg kell mondaniuk, hogy egy hét múlva milyen lesz az idő, úgyhogy mi alkothatunk ilyen leegyszerűsítő modelleket. Ugye Einstein azt mondta, hogy az a jó minimál modell, ami annyira egyszerű, amennyire egyszerű lehet, de annál egy kicsit sem egyszerűbb. Mert akkor utána az már triviális. Tehát ha még tovább egyszerűsíted, akkor már nem kapsz semmi új infót. Tehát a lehető legkisebb olyan modell, ami még mond nekünk valamit, az a minimál modell. Na, ilyen minimál modellje lehet az atmoszférának, hogyha azt mondjuk, hogy az időjárás alapvetően két dologtól függ. Egyrészt, hogy az egyenlítő meg a sarkvidék között van egy hőmérsékletkülönbség, tapasztalati tény, ugye? A másik pedig, hogy a Föld forog, ugye erről is már az előbb ugye, volt szó. Na, és állítás, ha ez a kettő megvan, akkor ebben a rendszerben kialakulhat ilyen időjárásszerű dinamika. Na, mindjárt megláthatjuk, hogy hogyan. Ugye ez van ide felskiccelve, mint hogyha az északi sarkon, sarkvidék környékén állna egy ilyen kék hűtőfal, ugye? Mint ahogy az összeesküvés elméletekben elképzeljük, hogy a sarkvidékeken van egy függőleges fal, és ott nem lehet átmenni, ugye? Na most pont ilyen van ide rajzolva. Tehát ez egy hűtőfal van az egyik oldalon, és az egyenlítőnél meg egy fűtőfal, tehát valami oldalirányú hőmérséklet gradiens van a rendszerben, és ráadásul az egészet forgatjuk abba az irányba, ahogy ezt a sárga nyilacska mutatja. Na most ez azért marha jó, mert ezt le lehet modellezni a laborban, olyan értelemben, hogy mi is tudunk olyat csinálni, hogy veszünk két hengert, és az egyiket hűtjük, a másikat fűtjük, és közé vizet töltünk, és forgatjuk. Ezt mindent meg tudjuk csinálni egy laborban, mégpedig egy asztalnyi méretű edényben. Például, ami ide van rajzolva, hát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy a kék rész az hűtve van, a piros külső hengerpalást az hűtve van, közte feltöltjük vízzel. A geometriai paraméterek oda vannak írva, tehát azt csak érzékeltetésképpen mondom, hogy ez egy ekkora tartály. Állítás, az most eléggé már résznek tűnik, bevallom, hogy ezzel egy csomó mindent lehet modellezni, amit az igazi atmoszféra csinál. Most persze nem tudjuk nem észrevenni, ja egyébként ez így néz ki konkrétan, ez így néz ki, tehát ugye ez, mindig ez van, hogy ez az álom, így néz ki a cikkekben a setup nevű illusztráció, és ez képett a valóság, hogy milyen rettenetes kábel dzsungel. Na, szóval igen, ez így néz ki a valóság, mert ez konkrétan a Kármán laborban ott áll egy ilyen forgóasztalon. Na persze nem tudjuk nem észrevenni, hogy ez az egész, ez egy lapos föld. Ugye? Most ez egyébként a Flat Earth Society honlapjáról van, és ismét nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy az űrakadémia klubban ezt kivetítsen. Tehát, hogy valójában azzal a közelítéssel élünk, hogy a Földnek a görbületétől eltekintünk, de még így is hasznos dolgokra juthatunk. Ugye azt mondhatjuk, hogy ez a görbült Földnek egy nulladik rendű közelítése, vagyis egy olyan bödön, ami az északi sarkon áll, és hőmérséklet különbség hat rá. Tehát kb. Ezt képzeljük most. Mi történik itt? Ugye, hogyha eltekintünk a forgatástól, akkor ugye az van, hogy van egy fűtőfal, az van pirossal ábrázolva, mint ahogy a csapról ugye megszoktuk, a piros a meleg, és akkor az van, hogy ottan föláramlik mert a víz, hiszen ott ugye a meleg levegő, meleg víz is föláramlik. Ugyanez a hideg oldalon a leáramlás történik, hogy oda jut egy részecske, akkor az lehűl, megnő a sűrűsége, lesüllyed. Tehát egy ilyen oldalirányú konvekciós cella alakul ki, egy olyan helyzetben, amikor oldalról hűtünk és oldalról fűtünk. Ráadásul ez a konvekció bármilyen kicsi hőmérséklet különbségnél kialakul, mert itt most ugye oldalról van a hűtés is, meg a fűtés is, tehát nem kell a gravitáció ellen küzdeni. Szemben ugye a főzéssel, amikor várnunk kell, hogy beinduljon a bugyogás, mert alulról melegítünk, azt mondhatjuk, ez a klasszikus Rayleigh-Bénárd konvekció. Az oldalirányú konvekciónál nincsen, már szakmázunk, ugye, akadémia, nem szórakozni vagyunk, tehát hogy az van, hogy nincsen úgynevezett kritikus Rayleigh szám. Bármilyen kicsi hőmérséklet különbség beindít egy ilyen köráramlás, csak lehet, hogy az nagyon lassú. Na, és akkor ez konkrétan így néz ki, most itt ilyen, hát remélem azért ez valamennyire látszik, tehát ez tele van rakva ilyen kis szmötyikkel, amik ilyen követhető részecskék, egy lézersíkban vannak benne egy edényben, aminek az egyik oldalát hűtjük, másikat fűtjük, és láthatjuk, hogy igen, megy a feláramlás, lebukás. Ha nagyon akarjuk, ez egészen olyan, mint az óceáni szállító szalag, mert ugye ott is az van, hogy a golfáramlat elmegy északnak, aztán ott valahogy lesüllyed, alul visszajön. Hát persze az egy sokkal bonyolultabb történet, mint ez, de hát lényegében hasonlít. Tehát most, hogy térben megvillantsam a paint-beli tudásomat, ez úgy térben így néz ki. Na de bekapcsoljuk a forgatást.
És akkor ugye eldurvulnak a dolgok, mert onnantól kezdve, hogy bekapcsoljuk a forgatást, ugye mondtuk, hogy ha az északi félteke szerinti forgatást kapcsolunk be, ahogy arról már volt szó, akkor a dolgok elkezdenek a menetirány szerinti jobbra elcsúszni. Tehát ugye ez egy eltérítő hatás, egy úgynevezett tehetetlenségi erő, tehát erőnek tűnik nekünk. Egyébként a dolgok meg csak egyenesen akarnak menni az inercia rendszerben, csak hát a forgóföld vagy a forgó laborkád az nem inercia rendszer. És hát ezért, ugye ez viszi körbe a Foucault-ingát is, és hát emiatt aztán az van, mint láthatjuk, hogy fölül, ugye jobb felé, már mindig jobb kéz felé, de fölül ugye úgymond kelet felé, alul pedig nyugat felé téríti el az áramlást, ugyanaz a forgás, és akkor ez behoz mindenféle finomságot. Ugye mit művel a Coriolis erő? Egyébként itt van IPA jelekkel leírva, hogyha valaki felállna és felháborodottan azt mondaná, hogy a helyes kiejtés az Corioli. Én sok franciával konzultáltam, például a Coriolisról elnevezett kutatóintézetben Grenoble-ban, és nem volt köztük olyan, aki azt mondta volna, hogy Corioli, úgyhogy én azóta a Coriolis kiejtésnek az élharcosává váltam, de a legtöbb fizika tanár ezért egyest ad. Hogy mondja, ellen voltál itt, mert tudnád, hogy kell kimondani, mondják ők. Na, szóval látjuk a gyerekeket. Mit művelnek a gyerekek? A körhintán labdáznak, amikor kint állunk, vagyis az inercia rendszerből, akkor látjuk, hogy a labdák azok kb. Egyenes vonalú mozgást végeznek, mert kicsi a súrlódás. De hogyha azt a kameranézetet nézzük, amik együtt forog a gyerekekkel, akkor látjuk, hogy ezek a labdák valójában körívek, látjuk most például, körívek mentén haladnak. És persze ennek a körnek a sugara az azáltal határoztatik meg, hogy milyen gyorsan forgatjuk a rendszert. Na és akkor ezért van az, hogy mint mondtuk, ez az eltérés a hétköznapi föld miatt a labor méretben kicsi, tehát a lefolyóban nem fogjuk látni, hogy merre forog a föld, tehát ha mi mégis lefolyó méretű kádakban akarjuk modellezni a földet, akkor sokkal gyorsabban kell forgatni, mint hogy a gyerekek is ugye sokkal gyorsabban forognak. És hát az az érdekes csoda az egészben, hogy amikor olyan az áramlástan, hogy minden más elhanyagolható, csak pont a Coriolis erő válik a legfontosabbá ezeken a méretskálákon, akkor ugye az van, hogy a Coriolis erő ellentart a nyomás különbségnek, és ugye ez vezet ilyen furcsa dolgokhoz, amiket egyébként megtanul az ember gimnáziumban, ugye csak akkor annyira nem érti, és azért ugye eljön az egyetemre, vagy az űrakadémiára, vagy a tudjuk is hova. Tehát akkor ugye az van, hogy ugye a hétköznapi életben megszoktuk, hogyha erre mutat egy nyomásgradiens, nyomáskülönbség, akkor erre megy az áramlás is. Ehhez képest, amikor a Coriolis erő válik döntő fontosságúvá, akkor pontosan az történik, amit a hétköznapi szemléletünknek teljesen szokatlan, tehát erre mutat a nyomásgradiens, és nem arra megy az áramlás, hanem arra merőlegesen, az északi féltekén jobb kéz felé. Tehát pontosan az izobár vonalak, vagyis az azonos nyomású vonalak jelentik az áramvonalakat is ebben az esetben. Ami ugye egy fontos különbség, és hát ez indokolja azt az ismert ökölszabályt, hogy a ciklon körül erre, az anticiklon körül pedig amarra zajlik az áramlás. És mindez persze a Coriolis erő dominanciájának köszönhető, és ezt az egyensúlyt hívják geosztrofikus egyensúlynak. Na már most a geosztrofikus egyensúly viszont ez a közelítés, hogy a Coriolis erő a legfontosabb az egész rendszerben, ez ugye akkor érvényes, hogyha relatíve gyorsan mozgatjuk a rendszert. Na mit jelent az, hogy gyorsan? Na erre majd visszatérünk. Most első körben csak úgy fogadjuk el, hogy gyorsan, majd utána kvantifikáljuk. Most itt van négy kicsi kép, A, B, C, D. Bal fölül kezdünk. Egyébként ezek ugyanannak a kísérletnek a hőkamerával készített képei fölülről. Tehát ez a kísérlet úgy néz ki még egyszer, hogy ott a középső fekete területen hűtjük, és a külső piros gyűrűben fűtjük, és egyébként szabad a vízfelszín, és ránézünk egy nagyon jó infrakamerával, ami van nekünk a laborban. Most ha nagyon lassan forgatjuk, vagy nem forgatjuk, akkor természetesen az ilyen kör, hogy mondjam, középpontosan szimmetrikus, vagyis hát forgásszimmetrikus, peremfeltételek forgásszimmetrikus áramlást eredményeznek, vagyis unalmas első képet látjuk, középen hideg, az a kék, aztán kívül melegebb az a narancssárga. Ugye nem törik meg a szimmetria. A szimmetria sértés az akkor kezdődik, amikor elkezdjük gyorsabban forgatni a rendszert, és ahogy egyre gyorsabban forgatjuk, meglátunk örvényeket. Először ezek szabályosak. Tehát ott például a B panelen látunk kettő hideg örvényt, aztán még gyorsabb forgatásnál megjelenik három, aztán megjelenik egy ilyen négyes, körülötte már látunk valami ilyen kis jet-szerű dolgot, ami ott jobbra-balra megy. Egyébként ezt hívjuk a Föld esetében ilyen planetáris hullámnak. És hát ugye
Ha még ennél is gyorsabban forgatjuk, akkor egy ideig nőnek ezek a hullámszámok, tehát mondjuk előfordulhat, hogy van ott 5-6 örvény, de utána minél gyorsabban forgatjuk, annál kisebbek lesznek az örvények. Amikor az örvény az már sokkal kisebb, mint a hely a két henger között, akkor az örvények lényegében szabadon elmozoghatnak, tehát akkor már nem olyan éles a geometriai peremfeltétel, hogy hány karikát lehet bepakolni abba a helybe, már kicsik az örvények, szabadon mozognak, és akkor jön maga a káosz. Pontosabban a turbulencia, mégpedig a geosztrofikus turbulencia, így hívják ezt a dolgot, szokjuk a kifejezést. Na persze, vannak ilyen dolgok a naprendszerben, például ott van a szegény Vénusz, aki nagyon lassan forog, ugye? Valami 243, valami ilyesmi nagyságrendű földi nap alatt fordul meg a tengelye körül. Most akkor kicsit elsunyogjuk azt, hogy a légköre egyébként gyorsabban forog, de az a lényeg, hogy a Vénusz az lassan forog, és emiatt valójában a Coriolis erőnek a hatása kicsiny, és ennek megfelelően döntően sávos szerkezetű a légköre, tehát a sarkvidékét leszámítva egyébként sehol nem is találunk benne ciklonokat, anticiklonokat, vagyis úgymond a Vénuszon egyszerű dolga volna a meteorológusnak, hogyha megszokja, hogy 90 atmoszférás légnyomásban kell éldegélnie, meg minden, meg egyébként minden rettenetes, de legalább annyi könnyítés van, hogy nagyon könnyű előrejelezni az időt. Tehát ma is erre fúj a szél, meg már 200 éve erre fúj. Tehát hogy a Vénusz az ilyen szempontból unalmas. Viszont a Föld az inkább hasonlít egy ilyen rendszerre, mint amit itt látunk, és hát ez így egy időjárási térkép a Földről, az véletlenül egészen hasonlít a mellette levő képre. Tehát ugye van az a hideg északi légtömeg, amit körülbelül bezár ez a jet stream, ami körbe áramolja, ami viszont így behajlik ilyen hullámzó felület mentén, ami egy ugye határterület az északi hideg, meg a délebi meleg légtömegek között, és persze ez nem egy ilyen stabil alakzat, mint ez a háromszög, ami itt van mellette, hanem persze ez már egy ilyen bonyolultabb alakzat, mint amiket itt látunk, és amikor hirtelen véletlenül bejön egy hideg front például, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen hideg zsák éppen arra jön, ahol mi vagyunk. És persze látjuk, hogy ez így hullámzik, mint egy kígyó. Azt látjuk az alsó képen, az északi féltekén egy szélmezőt. A déli képen meg a NASA-nak a rekonstrukcióját látjuk aeroszol részecskéknek a terjedéséből, tehát ez egy Lagrange-i követő részecskés valami, amit fönt látunk, úgyhogy ez jó pofa, mert ott konkrétan követjük azokat a részecskéket, például ott valahol Tazmániánál, mintha lenne valami erdőtűz, az a világos zöld szmötyi, ugye látjuk, és akkor az úgy megy a jó ég tudja merre. Hát ebből is látszik, hogy a szennyeződés terjedést milyen nehéz előrejelezni. Most egyébként a laborban, hogyha megfelelően gyorsan forgatjuk a kísérletet, akkor ugyanezt történik. Itt most kék ételfestéket, az emlegetett kísérletbe belespricceltem kék ételfestéket, és hát látjuk, próbáltam egy kört rajzolni, és akkor ugye látjuk, hogy ez így elkezd így meandereződni mindenféle irányba, és ilyen kacsok mentén terjed, szinte teljesen előrejelezhetetlenül. Hát ez ugye maga a káosz. Most konkrétan itt van a Haspra Tima, a kitűnő kolléganőnk a kutatócsoportban. Ő egyébként konkrétan azzal foglalkozik részben, hogy ilyen vulkáni hamu részecskéknek a terjedési modelljét dolgozza ki. És ugye abból jött ki például ez, ami a híres 2010-es Eyjafjallajökull nevű, igen, köszönöm. Izlandi vulkánnak a kitörése. Ugye emlékszünk, hogy ugye az volt, hogy például a Reykjaviki repteret nem kellett lezárni, ami ott volt a szomszédban, de bezzeg a Madridit le kellett zárni, mert pont úgy terjedt a vulkáni hamu, hogy ott ugye veszélyes volt a repülés. Hát itt látjuk lemodellezve igazi légkori széladatokból, hogy merre mehetett a részecske, és a színezés az meg a magasságukat mutatja egyébként, ahogy kiülepednek a részecskék és lepotyognak. Na, szóval látjuk, hogy hát azért nem egy egyszerű dolog, úgyhogy most akkor tisztelettel adózzunk a meteorológusoknak, meg azoknak a szakembereknek, akiknek az a dolguk, hogy eldöntsék, hogy például a kitört vulkáni hamu, vagy a nukleáris balesetből származó radioaktív részecske merre fog terjedni. Hát ugye, tehát ez nem egészen olyan, mint amit megszoktunk a nem forgatott rendszerekben. Most ehhez képest ugye mutattam ezeket a NASA-féle animációkat, azokról a planetáris hullámokról. Most ezt tudjuk mi a laborban, ez ugyanaz a kísérlet. Most az infrakamera együtt forog, tehát az, hogy itt forgást látunk, az még a forgásra még rárakódik, és egyébként ez körülbelül 20-szorosra fel van gyorsítva. Tehát az együttforgó rendszerből néz ki így ez a planetáris hullám. Többé-kevésbé szabályos, de azért itt már annyira nem, és itt szépen megy körbe, szépen lassan körbe, a megfelelő irányba. Mint ahogy nálunk is az időjárás általában nyugatról jön, itt is ennek megfelelő irányba megy körbe. Na és egyébként a geosztrófiában, aki nem hiszi ezt a csuda dolgot, hogy az izobárok mentén mozognak a részecskék, annak mutatom ezt a képpárt. Ugye a jobb oldali kép az a hőmérsékleti térkép, tehát gyakorlatilag az a nyomás.
A színek azok azonos színű felületek azonos nyomást jelölnek, és a bal oldalon meg látjuk, hogy a kedvenc jelzőrészecskéink ugyancsak együttforgó rendszerből hogyan mozognak, és láthatjuk, hogy ugyanolyan kontúrok mentén mennek végig, tehát egybeesik valóban, tehát tényleg a kék-zöld határ, mintha egy adott színt követnének végig a jobb oldali térképen a kicsi részecskék. Na, hát szép a kvalitatív hasonlóság, meg a mintázat felismerés, meg ilyesmi, az analógiás gondolkodás, ez nagyon hasznos, viszont azért vannak erre mérőszámok is, hogy mitől lesz ez ténylegesen hasonló a szó szigorú áramlástani értelmében az igazi áramlási rendszerhez, és hát ugye nem menekül meg a hallgatóság attól, hogy ezeket így kivetítsem, tehát van például a Rossby szám, ami azt méri tulajdonképpen, hogy a Coriolis erőnek az eltérítő hatása az milyen mértékű. Tehát, hogy a Coriolis erőből származó sebességeltérítés a jellemző sebességhez képest mekkora. Itt most a jellemző sebességet egyébként a hőmérséklet különbség a sarok és az egyenlítő, sarkvidék és az egyenlítő között állítja be. Ugye azért szerepel abban a képletben a delta T, és az omega négyzet pedig a forgási szögsebességnek a négyzete. Az van lent. Tehát ez azt jelenti, hogy minél gyorsabban forgatjuk a bolygót, ugye annál nagyobb omega, annál kisebb a Rossby szám. Tehát ha pici a Rossby szám, az azt jelenti, hogy a Coriolis erő az fontos, amikor nagy a Rossby szám, az azt jelenti, hogy nem fontos. A Taylor szám az meg ugyancsak a Coriolis erő hatását méri, de a viszkózus csillapításhoz képest. És ennek a két változónak a terében van egy ilyen fázisdiagram, ez így néz ki. Most ebben három tartományt lehet elkülöníteni. Van egy ilyen furcsa alakú rész, azt szokták mondani, hogy egy üllő alakú rész, nem tudom, valakinek ilyen kattanása volt, szóval ez itt szerepel a szakirodalomban, egy anvil shape curve, nem tudom. Na, Dr. Smith biztos. Na, szóval az van, hogy ott a külső tartományban volt egy ilyen, ott van egy ilyen, ez az axiszimmetrikus áramlás. A középső tartományban, amit most narancssárgával jelöltünk, ott van ez a megszámolható hullámszámú, szabályos rendszer, és annál jobbrább, meg főleg lefelé, amikor kicsik a Rossby számok, ott van az igazi jó kis geosztrofikus turbulencia. Ebben egyébként az omega meg a delta t-n kívül ezekben ilyen méretparaméterek szerepelnek, például mekkora a bolygó, milyen vastag a légkör, vagy hát a kísérletben a vízréteg, meg hogy mekkora a viszkozitás, ugye azt mondtuk, vagy hogy mekkora a hőtágulási együttható, ez ilyenek vannak benne, de az a lényeg, hogy nem, hogy ki lehet keverni egy laborban is olyan értéket, hogy ugyanazt kapjuk egy forgatott vizes kádban, mint az igazi légkörben a levegőre. Vagy hát akár egy másik bolygó légkörében, mert hogyha nagyjából, és szerencsére jó nagyok ezek a bolygók, azzal érzékeltetem azt, hogy igazából nem tudjuk pontosan megmondani ezeket a számokat, de úgy azért kvalitatívan meg tudjuk mondani, tehát hogy itt, ahova a bolygók oda vannak rajzolva, a három közelbolygó, aminek van légköre, hát akkor itt lehet látni, hogy valóban a Vénusz az ott van kint, magas a Rossby szám, nem fontos a Coriolis erő annyira, a Mars az ott van, ahol azok a kb. Szabályos planetáris hullámok voltak, ott azért van dolguk a meteorológusoknak, de nem annyira nehéz, és a Föld ott meg ugye, ott van ez a maga a káosz, ugye, ahogy már mondtuk. Na, viszont a labor kísérletünk az nem tud egy nagyon fontos dolgot, ugye most visszatérünk arra, hogy a Flat Earth Society-nek ugye a szlájdját ugye előidézném mindenkinek az emlékezetébe ismét. Tehát, hogy mi nem tudunk olyat csinálni a laborban a fránya gravitáció miatt, hogy görbült is legyen rendesen a dolog. Mert hogy ugye, hát ugye ismert okok miatt. Na már most, ezért aztán az emberek hogy nem numerikus szimulációhoz folyamodnak, és akkor leprogramozzák ugyanezt a problémát, hűtött-fűtött rendszer, na de egy gömb alakú tartományban, amiben a gravitáció gömbszimmetrikus, tehát egy bolygó. De itt sincs más beleírva, csak megvan adva a légkör vastagság, nincsenek is kontinensek, semmi sincs, tehát teljesen minimalista a modell, forog a golyó, és van hőmérséklet különbség. És egyébként ugyanezeket a számítógépes modelleket lehet validálni a laborkísérletünkkel. Ha a számítógépes modellek ugyanazt adják, mint a laborkísérlet, akkor megnő a bizalmunk a számítógépes modellben, és akkor ugyanezt a számítógépes algoritmust ráeresztjük egy másik geometriára, egy gömbre, amit viszont a laborban nem tudunk megcsinálni, és akkor bízunk benne, hogy ez is a valóságot mutatja, vagy valami hasonlót. Na, és akkor ugyanez a fázisdiagram, amit egyébként így nézett ki, tehát a vízszintes tengelyen volt ez a Taylor szám, a függőleges tengelyen a Rossby szám, most ugyanez a gömb alakú bolygók esetében hasonlóan néz ki, most a nyilakat figyeljük, tehát azt nézzük meg, hogy például itt vannak ezek az alsó bolygók,
azok ugye annak felelnek meg, hogy nagy a Taylor szám és alacsony a Rossby szám, tehát ez egy nagyon gyorsan forgó bolygó, és mit veszünk észre, hogy piros-kék sávok vannak rajta, és a színezés az pedig a zonális szélirányt jelöli. Tehát vannak bolygók, amin erre megy, vannak olyan földrajzi szélességek, amin erre fúj a szél, másik földrajzi szélességen arra, piros-kék így váltakozik, tehát ilyen sávolt szerkezetű bolygók alakulnak ki. Na most ez egy új dolog, a lapos elrendezésben ilyesmi nem volt. Miért van ez? Azért van ez, mert a maga a Coriolis erő is, ugye, minthogy nem lapos a Föld, ezért a Coriolis erőnek a mértéke is függ a földrajzi szélességtől. Ez azt jelenti, hogy a Coriolis erőnek az eltérítő hatása nyilván a sarkvidéken a legnagyobb, ott a fugóinga tényleg 24 óra alatt megy körbe. Az egyenlítőn nincs hatása a Coriolis erőnek, ott meg se nyekken a fugóinga. És útközben, például itt Magyarországon, ugye a 45. körüli, 47. szélességi fokon, meg körülbelül ugye gyök 2 nap alatt ér körbe a fukóinga, és akkor ennek megfelelően egyébként kisebb a Coriolis erőnek az eltérítő hatása. És nem csak az, mivel hogy a ciklonok egyébként marha nagyok, 1000 kilométeresek, ugye, ezért a ciklon egyik vége és a másik vége között már szignifikáns különbség lehet a között, hogy mekkora a Coriolis erő. Tehát ilyenkor bejön az úgynevezett béta hatás, ugye azt mondtuk, hogy a lapos földhívő közelítés, ugye az annak fele meg, hogy az a bolygónak a nulladik közelítése. Az első rendű közelítése az meg az, hogy feltételezzük, hogy a földrajzi szélességgel lineárisan változik ez a Coriolis paraméter. Ha már ezt behozzuk, akkor ugyanez az elrendezés ilyen sávok megjelenéséhez vezet. Na de hogyan? Ja, egyébként, aki nem hiszi ezt az egészet, annak mutatok egy példát gyorsan intermezzóként, hogy a Coriolis erő az tényleg fontos dolog. Ez például a hurrikán nyomvonalak térképe a Földön, körülbelül 10-valahány évre. És látjuk, hogy az egyenlítő az tök üres. Tehát ott nincs egy track sem, mert ugye hurrikánok, ciklonok, anticiklonok, ilyen dolgok nem alakulnak ki a Coriolis erő hiányában, és ott valóban nagyon markánsan kirajzolják a nyomvonalak azt a tiltott sávot, ha úgy tetszik, ahol bizony nem alakulhatnak ki ilyenek, mert hát nincs hozzá Coriolis erő. Tehát nagyon fontos ennek az erőnek a függés a földrajzi szélességtől. És akkor persze, hát végre elérkeztünk a kedvenc bolygónkhoz, ami mármint a Föld ugye a kedvenc bolygónk, ugye ezt már mondtam, még. De azért ugye kiderül, hogy jó helyek is vannak még a naprendszerben, például a Jupiter, ami olyan értelemben a legtisztább bolygó légkör, olyan értelemben, hogy hát nagyon sok jelenség, ami például ezekből a modellekből kijön, az ott látható a legvegytisztábban. És ez például a Cassininek a remek felvételeiből kiteregetett hengervetületi kép a Jupiterről, és rögtön látjuk, hogy valóban így mennek a sávok változó irányba, igaz? Néha megjelenik ilyen kép, ott azok, hogy itt megjelennek ilyen dolgok, az nem hiba, az ott az Iónak meg az Európának a képe meg az árnyéka. Az egyik képen így hirtelen megjelenik, hát ugye egy animált gifet így összefűztek. Na, de mindegy, a lényeg látszik, és aki nem látná, akkor annak ide van rajzolva Yohai Kaspiék cikke. Jó voltából, akik az Izraeli Weizmann Intézetben dolgoznak, és a Juno adatokkal foglalkoznak egyébként. Szóval itt látható, hogy a zonális profil az hogy néz ki, ugye középen van a nulla, és ennek megfelelően látjuk, hogy az egyenlítőn prográd ide irányba megy az áramlás, de hát ugye például délre is, meg északra is van egy visszafele menő ág, és hát többször is előjelet vált, mint azt a videóból egyébként látjuk is. Na most az a kérdés, hogy egy ilyen áramlási rendszer, amit megfigyelünk, hogy mekkorák ezek a sávok ilyen irányba, azt jól látjuk, az ilyen űrszondás képekből, mint ez, ezt nagyon jól látjuk, de hogy mi a helyzet befelé? Milyen mély? Na hát ugye ez egy nagy kérdés. Tehát ez az Encyclopedia Britannica, itt süketel ebben a kérdésben, oda van írva erre az ábrára, hogy clouds, de nincs odaírva, hogy az a réteg az mekkora. Ugye erre voltak elméletek, de hát ugye a torta próbálja az evés, és hát ugye gondoltak egy merészet az emberek, és akkor elindították ezt a Galileo űrszondát. Most ugye a Galileo űrszondáról valahogy elfeledkeznek az emberek arról, hogy annak volt egy ilyen légköri egysége. Tehát leszálló egységnek ugye nem neveznénk, de mondjuk légköri egységnek nevezhetjük, ami konkrétan 1995. decemberében, amikor odaért az űrszonda a Jupiterhez, akkor ez levált ez az egység, belépett a légkörbe, és miért méregetett, ameddig tudott. Tehát tényleg volt egy emberalkotó eszköz, ami belépett a Jupiter légkörébe. Bizony. Ráadásul, és hát nagyon örülök, hogy egyébként itt is van ennek a szlájdnak az eredeti ilyenek a gazdája, dr. Illés Erzsébet, aki ekkora koromban, 1996-ban elküldte nekem postán ezt, ami tulajdonképpen az összes adatunk, ami erről a mérőegységről van.
De elképesztő jó pofa. Tehát ugye azt lehet ott látni, hogy azt tekinti nulla magasságnak, mert ugye hát hol kezdődik a Jupiter légköre, ugye jó kérdés. Tehát azt tekintjük nulla magasságnak, amikor a légnyomás elérte a föld tengerszinti légnyomását, és akkor ment lefelé a szonda, és akkor onnan már csak 160 kilométer tudott ereszkedni, de ott már a légnyomás az 28-szorosa volt a földi légnyomásnak, ami egyébként még a kanyarban sincs a Vénusz felszíni légnyomásához, de ugye azt a szovjetek építették a venyerákat, azok bírták. Most az amerikai kis Galileo sajnos az úgy látszik kilapult már 160 kilométerrel mélyebben, ahol már 28 atmoszféra volt a légnyomás, és hát lehúnyt a pici szemét. Tehát addig ugye lehet tudni valamit a légkör szerkezetéről konkrét mérési adatok alapján, és addig úgy kb. Homogénnek tűnt az áramlási tér, tehát hogy ugyanolyan irányba fújt a szél, de aztán utána elhallgatott a kicsi szonda. Úgyhogy így, ilyen módon persze nem is remélhettük, hogy a vastagságot megtudjuk, de és akkor itt jönnek a laborkísérletek. Itt jön például a 2017-es remek laborkísérlet, amit én nagyon szeretek, ami a lehető legegyszerűbb dolognak tűnik, aztán mégis kiderül, hogy rettenetesen érdekes. Veszünk egy vödröt, amit forgatunk. A vödröt forgatjuk, idő után ugye felveszi a merevtest forgást, akkor egy paraboloid felület alakul ki a tetején. Ugye ezt tudjuk. Na de, ez egy olyan vödör volt, hogy az alján voltak azok a kis icipici kis szelepek, amik teljesen véletlenszerű mintázatok szerint kis turbulenciákat, kis pöfföket nyomtak bele ebbe a rendszerbe, és akkor megnézték, hogy milyen áramlás alakul ki. Egy ilyen nagyon gyorsan forgatott rendszerben, aminek ilyen nagy görbülete van. Most azért fontos a nagy görbület, mert ez a nagy görbület hatása, ami ugye a centrifugális erő miatt kialakul, az ugye más miatt alakul ki, mint a bolygó görbülete, de valamilyen módon a ilyen döntött felületek, amiket ez a felület kirajzol, ez mégis modellezi ezt a béta effektus nevű hatást, vagyis azt, hogy a Coriolis erő az más-más mértékben hat a különböző távolságokra. És akkor kiderült, hogy ebben a rendszerben létezik egy ilyen paraméter, aminek nagyon fontos az értéke, ez a Rhines scale, vagy Rhines skála, ami lényegében attól függ, hogy mennyi az áramlásban a jellemző sebesség, ezt U-val jelöltük, és hogy mennyi ennek a bétának az értéke, ami tehát a Coriolis paraméternek a megváltozása a, mondjuk a forgástengertől mért távolság függvényében. És akkor ez az L paraméter, amit itt a harmadik sorban látunk, ez egy kulcsparaméter ebben a rendszerben, ez határozza meg, hogy milyen széles sávokban alakul ki az áramlás, és most jön a döbbenet, akkor és csak akkor, hogyha elég gyorsan forgatták, és mély volt az elrendezés, akkor kialakultak ugyanolyan alternáló sávok ebben a forgatott paraboloidban, mint az igazi Jupiterben. Vagyis eddig az volt a baj, hogy numerikus szimulációkból kijöttek ezek a sávolt szerkezetek, de laborban eddig nem sikerült megcsinálni semmi ilyesmit, hogy stabil, zonális sávok jelentkeztek volna, amiben tehát, ami egy együttforgó test lényegében, de mégis az van, hogy az egyik irányban erre ennek a részecskék, és egy kicsit kijebb a másik irányba. És itt sikerült ilyet létrehozni, egészen elképesztő, és hogyha, de csak akkor, hogyha itt a mély vizes elrendezést használták. Visszaszámolták, hogy ez a Jupiterre nézve mit jelent, és azt kapták, hogy ez akkor működik, hogyha a felhőtakaró vastagsága az 3000 km. Volt olyan elmélet, ami azt mondta, hogy sokkal vékonyabb. És akkor most jön a fun fact, tehát hogy itt tartunk, visszaszámolták, 2017-ben ebben a kísérleti cikkben megjósolták a franciák, és aztán eljött a laboratóriumok diadala 2018, amikor a Juhai Caspiék a Junónak a Doppler adatai alapján, tehát a Jupiter körül keringő űrszondának, aminek az egyik legfontosabb feladata éppen ez, hogy a légkör struktúrájára következtessenek a mozgásából, na, abból azt következtették a Juhai Caspiék nagy nehezen, hogy valóban 3000 kilométeres a légkör, tök független módszerrel. Tehát ők az igazi Jupiternél mértek, és ugye azt látják, de amit fönt látható, hogy az, hogy mennyire fúj ugyanabba az irányba a szél, az a mélység függvényében átlagosan egy olyan görbét mutat, mint a felső. Az alsó görbe meg azt mutatja egyébként, hogy ez a behatolási mélység, ez a földrajzi szélességgel hogyan változik, tehát az egyenlítőnél mélyebb a légkör, a sarkvidéknél azért sekélyebb, de úgy általánosságban tényleg több ezer kilométer mély. Na már most, itt még mindenképpen meg szeretném mutatni ezt a videót, hogy a nagyon gyors forgatás egyébként azt jelenti, hogy az áramlások eléggé kétdimenziósak lesznek. Ez egy klasszikus kísérlet a mi laboratóriumunkban, ez egy tartály, amiben most nincs fűtés meg fűtés oldalról, ezt egyszerűen csak forgatjuk,
És ez a fekete bigyó, amit ott látunk, az egy parafadugó, de az lent van az aljzaton, tehát az nem ér föl a víz tetejéig, és most belefecskendeztünk egy kis zöld ételfestéket, és akkor megnézzük, hogy ez hogyan oszlik el. És akkor látjuk, hogy megindul, és most jön az attrakció. A zöld ételfestéket fölül spricceltük be, és mint mondtuk, sokkal magasabban van, mint az az akadály, ami lent van az alján, az a fekete kör, de mégis kikerüli. Mert hogy a gyors forgatás miatt kettődimenziósá válik az áramlás, ami azt jelenti, hogy ha alul ki kell kerülnie az akadályt, akkor bizony fölül is kikerüli, ahol már nincs akadály, tehát a szellem akadályt kikerüli. Tehát nem véletlen egyébként, hogy a 60-as években még előjöttek azzal az ötlettel is még, hogy a Jupiternek a nagy vörös foltja az okozza, hogy valami ilyen akadály van alul, és akkor a gyors forgás miatt azt így kerülgeti az áramlást. Na, ez már meghaladottá vált, de nagyon fontos ez a kétdimenziós jelleg, mert egyébként itt is azt láttuk, ennél a kísérletnél, amit itt mutatom, ott a függőleges piros-kék sávok a folyadék belsejében mutatják az irányokat, hát az is tök függőleges. Tehát ez a nagy gyors forgatás kétdimenziós jellegű áramlást eredményez. Ehhez egyébként nem kell a Jupiterhez elmenni, itt ez egy gyönyörű műholdkép, ugye ez egy Kármán örvénysor egy sziget mögött. De látjuk ott a sziget, és ugye a felhőtakarók rajzolják ki a Kármán örvénysort. Nyilván a felhők azok fönt vannak 10 km magasan, vagy néhány kilométer magasan, a sziget az meg nem olyan magas, viszont mégiscsak arról van szó, hogy szépen kikerülgetik fölötte is. Tehát ez a kétdimenziós áramlás gyors forgatás esetén, vagyis pontosabban kicsi Rossby szám esetén, ez a Taylor-Proudhon téter, ez működik. És nem véletlen, hogy például, és akkor persze erről vannak viták, de például az egyik oka, nem az egyetlen, az egyik oka, ami miatt a sarki fény kétdimenziós jellegű lehet, tehát ilyen függönyös szerkezetű, az ugyanez. Persze ott egy csomó magnetohidrodinamikai hatás is van, de hogyha nem lenne Taylor-Proudhon tétel, akkor ez nem maradhatna kétdimenziós. És hát ez egy űrrepülőgépről készült felvétel, tehát látjuk, hogy ugye ezek ilyen sok száz kilométerig fölmenő függönyök. Tehát ilyen értelemben itt kétdimenziós az áramlás. Na jó, menjünk tovább az időpénz, meg már mindjárt vége lesz itt nekem a showtime-nak. Viszont azt még el akarnám mondani, igen, festettem egy képet a Jupiterről, az a címe, hogy éjszaka az Európán. Na és akkor ott láthatjuk ezt a nagy vörös foltot. Hát akkor ez hogy néz ki? Mi ez? Tehát miért olyan stabil? Azt tudjuk, hogy mióta emberek nézik távcsővel a Jupitert, azóta ott van ez a stabil örvénye. Hogy lehet ez ilyen stabil? Kiderül, hogy az örvényeknek általában van egy anyagtartó tulajdonsága. Például ezen a baloldali képen egyébként az Atlanti-óceánt látjuk, megint csak egy műholdképről, tehát űrtevékenységbe ütközünk lépten nyomon. Ugye ez egy sea surface temperature térkép, az egyik műhold csinálta egy infravörös kamerával, tehát látjuk, hogy az óceán milyen meleg. Ott a golf áramlat az a sárga, ami ott elválasztja a meleg részt meg a zöldes hidegebb részt. És ott lefűződik, mint ahogy a Tiszának egy holtága, ugye a nagy meanderezésben lefűződnek ilyen golfgyűrűk, ami ugye a hőmérsékletet meg a sótartalmat stabil módon viszi magával. Ilyen golfgyűrűket, mint amit ott bekereteztem a baloldali képben, évtizedeken keresztül lehetett követni. Tehát volt olyan golfgyűrű, amit a 40-es években tudtak, hol van, és még az 50-es években is ki lehetett mutatni. Aztán persze, amikor megjöttek a műholdak, azóta még jobban lehet követni, és tényleg nem ritka a 10 éves, vagy akár annál is hosszabb élettartamú gyűrű. De ezek nagyon stabil alakzatok, és megtartják az anyagot. A jobb oldali képen ugyanezt látjuk a laborban, még a színskálát is beállítottam, hogy meggyőzőbb legyen. Na, és hát természetesen az örvényekre ez úgy általánosságban jellemző. De erre most jönnek rá, mert nem triviális, hogy mi az örvény definíciója. Biztos hallott mindenki már arról, hogy van ilyen, hogy örvényesség, hogy egy vektormezőnek ki lehet számolni, hogy mennyi a rotációja. De egy csomószor tudjuk, hogy egyrészt olyan vektormezőknek is vége van rotációja, amikben egyáltalán nincs örvény, tehát egy sima nyírási áramlás, egy ilyen lap áramlás, az is jó nagy rotációt eredményez, holott egyáltalán nincs benne örvény, és a másik irányban meg az, hogy látunk körbe-körbe menő vektorokat, az nem jelenti azt, hogy az olyan értelemben tényleg örvény lesz, amit a hétköznapi életben annak tekintünk. Viszont most van egy új matematikai formalizmus, a magyar származású Haller György, George Haller munkássága eredményeként, amit Zürichben hoztak létre, ezt a csoportot, ami ezt vizsgálja, és akkor kiderült, hogy az örvény legkülső határa valószínűleg a legkülső anyagtartó felület. Tehát és most ezt látjuk itt, mi történik ott? Ott látunk egy kezet, ami ételfestéket fecskendez egy ilyen bödönbe, aminek az alján van egy pici propellerszelű keverő, ami egyébként egy mágneses keverő.
És így alakul ki ez a tornádószerű alakzat, hogy van egy tartomány, ahol a kék festék becsapdázódik, és a körülötte kívül levő részen viszont elnyíródik, ott szétoszlik. De van egy belső tartomány, ami megtartja az anyagot, és viszi magával, és hogyha ezt az edényt én oldalba billentem, és így elkezd hullámozni ez az örvény, akkor is megtartja, tehát ez egy nagyon stabil alakzat, úgynevezett Lagrange-i koherens struktúra, és ilyenek az örvények. Ilyen például, és erre a legeklatánsabb példa, az tényleg a nagy vörös folt, mert hát az nyilván azért vörös, mert másmilyen, vagy hát narancssárga ezen a képen konkrétan, de hát már ez a neve szegénynek. Szóval, hogy hát ott viszi magával ezt az anyagot, ami elüt a környezetétől, tehát ez egy anyagtartó felület. És egyébként ilyeneket látunk a légkörökben. És a naprendszer túránk utolsó állomásaként, nem sem látom, hogy ketyeg lefele az idő, igencsak, azért még ellátogatunk a legmisztikusabb alakzathoz, ugye szerintem, de most már nagyjából érteni véljük, az a Szaturnusznak az északi sarkvidéke, ahol ezt látja az ember, ezt már Voyager program idején észrevették, aztán a Cassini idejében kiteljesedett az öröm. Tehát amit itt látunk, az a Szaturnusz, ugye a gyűrű ott kikandikál egyébként a jobb felső sarokban, tehát mindenki érti, hogy itt az északi sarkját látjuk, sarkvidékét látjuk a Szaturnusznak, ott van egy ilyen nagy örvény, ott a közepén az a szem, látjuk azt a fekete pöttyöt, az olyan, mint a hurrikán szeme az előző képen, ott balra lent. De most nem erről szól az előadás, hanem arról, hogy ami körülötte van, az miért hadszöges. Na, ez teljesen... Egyébként van róla animált gif is, tehát ott ez kicsit megy körbe, mendegél, tehát szerencsére azért a Cassini az 2004-től ott dolgozott sokat, azért az szerencsére az nagyon jól muzsikált, az gyűjtött mindenféle adatot. Ja igen, szóval a csillagászok azok mindig ellopják a sót a tudományos eredményeikkel, mert ezt mondja ez a képregény még a 10 évvel ezelőttről, hogy kitalálhatnak ők bármit is, hogy DNS mérnökség, akármi. Ott van egy csillagász, aki azt mondja, hogy van egy hadszög a Szaturnuszon, akkor persze az viszi a médiában a prímet, és hát ez így is történt. Na de akkor ejtsünk néhány szót valamiről, ami elsőre úgy tűnik, hogy nem is tartozik ide, aztán majd kiderül, hogy mégis, a nyírási instabilitásokról. Például veszünk két folyadékréteget, azt ábrázolja ez a kis rajzocska, alul egy sűrűbb folyadékot, fölül egy kevésbé sűrűt, és ezek úgy áramlanak, hogy más a sebességük. És hogyha a sebességkülönbség elér egy kritikus értéket, akkor megjelenik egy hidrodinamikai instabilitás, és elkezd úgy hullámozni a széle. Megvan, hogy mi az a sebességkülönbség, aminél ez megindul. Még nagyobb sebességkülönbség esetén egyébként ezek át is buknak, és akkor alakul ki például az úgynevezett Kelvin-Helmholtz instabilitás, amit például felhő alakokban lehet látni gyakran. Ugye ott az van a Földön, tehát van egy hideg felhőréteg, fölötte van egy melegebb réteg, de van sebességkülönbség is, és akkor megjelennek ezek az átbukó hullámok. Kelvin-Helmholtz instabilitás itt is egy. Meg egyébként a Van Hoogh is szerintem ezt próbálta itt lerajzolni. Na. És hát ugye mit akartam mutatni? Hát a lényeg az úgy látszik valahogy elmenekült erről a fóliáról, úgyhogy ezt most szóban fogom elmondani, hogy Peter Reedék, de azért azt hiszem mégis inkább megmutatom, mert azt nem lehet, hogy ezt nem mutassam meg. Tehát ez fontos. Ez tényleg fontos, úgyhogy még ezt az egyet megmutatom, mert itt valami hiba miatt ez nem jelent meg. Ez az én hibám természetesen. Tehát ők építettek egy olyan kísérleti elrendezést, amiben két henger volt, ami koncentrikus henger volt, de ott nem volt, ja, itt mi történt közben, jó, semmi gond. Tehát az történt, hogy volt két hengerük, amiket forgattak, de különböző sebességgel, hiszen differenciálisan rotál a Szaturnusz, ugye itt is az van, hogy az egyenlítői vidék gyorsabban forog, mint a sarkvidék, tehát különböző sebességgel forgatták a hengereket, és hogy meglegyen ez az emlegetett béta effektus, ugye megbeszéltük, hogy az kell, hogy döntött legyen az ajzat, ezért aztán egy ilyen lejtőt is beleraktak. Tehát itt két dolog volt egyszerre, egy döntött ajzat, meg különböző sebességgel forgatott hengerek. És mit ad Isten? Fantasztikus eredményre bukkantak, ugyanis. És akkor ezt akarom még megmutatni itt a végén, hogy tadám, megjött a hadszög. Tehát úgy tűnik, hogy sikerült reprodukálni, és egyébként áramlástanilag kiderült, hogy ez is milyen jó pofa dolog, mert ebből visszaszámolva, hogyha ez ilyen, akkor most van egy jóslat arra, hogy a Szaturnusz légköre milyen vastag. És akkor lehet menni igazolni. És egyébként az meg kiderült, hogy a régebbi Cassini mérések alapján kiderült, hogy az is konzisztens. Tehát akkor megértettünk valamit, ez a hadszöges áramlás, ez itten tényleg egy ilyen nyírási instabilitás lehet. És hát akkor tulajdonképpen el is érkeztünk az előadás végére, meg hát valójában az is van, hogy valószínűleg kifutottam az időből,
De még azt el akarom mondani, hogy ma már űrakadémia, akkor lesz ilyen meta űrkutatás, tehát bolygó légköröket modellezzünk az űrállomáson. Az űrállomáson ugye van az az úgynevezett súlytalanság, az ugye azért jó, mert a Kármán laborral ellentétben lehet gömb alakú atmoszféra modelleket csinálni, és fogunk is. Tehát a BTU Cottbus, a Brandenburgi Műszaki Egyetem, van a Christoph Edgbers által vezetett csoport, ami az ISS-re fogja küldeni remélhetőleg 2 év múlva az Atmoflow nevű kísérletet, aminek kifejezetten az a célja, hogy ilyen légköri áramlásokat, bolygó légköri áramlásokat modellezzen egy mikrogravitációs kísérletben. Szóval lehet, hogy ez a jövő, hát ebbe is éppen jövő héten megyek velük beszélgetni, többek között pont erről, ez biztosan nagyon érdekes lesz. Majd alkalom adtán egy jövőbeli űrakadémia klubban ezekről az eredményekről is szívesen beszámolok, de most ezen a ponton szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet, meg a meghívást. Köszönjük szépen, és akkor én titeket kérdeznek, hogy van-e esetleg bárkinek kérdése. Meg is érkezett. Amikor itt a különböző hőmérsékletű hengerek voltak, kívül a meleg, belül a hideg, akkor nagyjából milyen hőmérséklet különbséget kell ott elképzelni? Ilyen 10 fokos hőmérséklet különbség, de ugye lehet az más is, a lényeg az, hogy ez a dimenziótlan szám az jó legyen. Tehát mi konkrétan úgy csinálunk földszerű dinamikát, például amit emlegetett a Zsófia bevezetőben, hogy csináltuk ezt a klímamodellezés szimulációt, ott ugye nagyon kellett figyelni, mert a klímaváltozásnál mi történik? Azt történik, hogy időben változik a sarkvidék, meg az egyenlítő közti hőmérsékletkülönbség. És ugye nekünk az a fontos. Tehát nem az a fontos, hogy a globális átlag nő, hanem az a fontos, hogy a sarkvidék, meg az egyenlítő közti különbség csökken időben, szépen lassan. Na, és akkor például azt úgy kellett elképzelni, hogy forgattuk mondjuk úgy, hogy 3 másodperc alatt fordult meg a tengelye körül, és volt mondjuk 10 foknyi hőmérsékletkülönbség. Tehát ezek a nagyságrendek. Ez egészen kezelhető, semmi extrém. Köszönjük szépen. Valakinek esetleg még kérdés? Menet közben még Messengeren is kaptunk kérdést, ugyanis online is néznek. Ja. Mekkora tárgyidézelő észrevető örvényt egy folyóban? Mondjuk például a Dunában, egy hidaktólmentes környéken. Mekkora méretű tárgy tud előidézni? Hát ugye ez attól függ, ugye hát ez simán, ugye például a Dunában vagy akárhol, ugye körülbelül azzal, ott nem ezek a számok lesznek fontosak, ott a Reynolds szám lesz a fontos leginkább, ugye az mondja meg azt, hogy van mondjuk egy akadály, mondjuk egyszerűsítsük le, hogy egy henger alakú akadály van a Dunában, és akkor megvan szabva, hogy mekkora átmérőjű ez a henger alakú akadály, és hogy milyen gyorsan megy az áramlás. Hogyha az ember tudja, hogy milyen átmérőjű az akadály, akkor kiszámolhatja azt a paramétert, hogy megszorozza az átmérőjét az akadálynak a folyósebességével, és elosztja a víz viszkozitásával. Ebből lesz egy mértékegység nélküli szám, az a Reynolds szám. Hogyha ez átlép néhány százat, akkor már elkezd így hullámozni, és néhány ezernél meg már teljesen turbulens össze-vissza örvények jönnek ki. Tehát megint az a válasz, hogy attól függ. Tehát nem a tárgy méretétől függ, hanem a tárgy méretének a sebességhez vett viszonyától függ. De bármekkora tárgyal lehet csinálni örvényeket, csak megfelelő sebességet, meg folyadékot kell hozzá találni. Oké, köszönjük szépen. Még... Lehet, hogy erről volt szó, csak én nem figyeltem, hogy ugye mondtad, hogy az adott égitestnek a forgási sebességétől függhet ugye az egész rendszer, de hogy a Föld légköre, meg mondjuk a Vénusz légköre, meg a Jupiter légköre teljesen más gázokból áll, és hogy ennek a miensége, minősége az mennyiben befolyásolja ezt, illetve hogy van-e bármi köze ennek mondjuk az adott égitestnek a gravitációs mezejéhez, vagy ilyesmi? Ezt nem tudom, hogy erre kitértél-e, vagy csak én nem figyeltem, bocsánat. Nem annyira tértem ki. Az első kérdésre az a válasz, hogy az áramlástani szempontból az, hogy a folyadék az micsoda, és a folyadék, most ezt mondtam, hogy folyadék, ugye, pedig ezek általában légkörök. Na, itt bukik ki a lóláb. Egyébként ez meg is válaszolja egy kicsit. Tehát mindaddig, amíg az áramlások jellemző sebessége az sokkal kisebb, mint a közegben a hangsebesség, addig összenyomhatatlannak tekinthető a közeg, tehát folyadéknak. Még akkor, és ezért ugye eleve, ezt talán el kellett volna mondanom, hogy tök jó a kérdés, tehát eleve ezt teszi lehetővé azt, hogy mi gázbolygók légkörét próbáljuk modellezni egy vizes kádban. Ugye ez az alapvetés, hogy ilyen esetben az összenyomhatatlanság jól közelítéssel teljesül, és hát természetesen
Ilyen, ebből a szempontból direkten nem jelentkezik az, hogy miből van. Viszont ott van például az emlegetett Rossby szám nevű paraméterben, abban bizony szerepelnek anyagi paraméterek, és ezt megmutatom. Most visszatekerek oda gyorsan, ha ezt az időnk engedi. Ott van mind a kettő. Tehát a Rossby számban például az alfa az a térfogati hőtágulási együtthatója a közegnek. Na ez például anyagfüggő. A Taylor számban a mű az a kinematikai viszkozitása a közegnek, az is anyagfüggő. Tehát ilyen értelemben jelentkezik, igen, de ha már egyszer az ember beállította azt, hogy ezek a mértékegység nélküli számok pöpecül stimmeljenek, akkor onnantól kezdve már nem kell azzal foglalkozni, az arányokkal kell foglalkozni. Tehát igen, az való igaz, hogy a már többi bolygó légköre tök máshol van, de hogyha ezt ki tudja az ember keverni, mondjuk az űrszondák adatai alapján, vagy a csillagászok spektroszkópiai adatai alapján, akkor úgy jó. Tehát mégis az a válasz, hogy igen, számít, csak ez eleve benne van ezekben a paraméterekben. És mi volt a másik? A gravitáció. Az is benne van. Ott a G a Rossbyban. Tehát az is szerepel benne, egyébként igen. És egyébként, ami még fontos dolog, amiről nem tértem ki, meg sok mindenre nem tértem ki az idő miatt, amire kitérhettem volna, az az, hogy nagyon fontos a rétegzettség. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen meredek a sűrűség csökkenése egy adott bolygó légkörében. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ez mindenféle olyan belső hullámok kialakulásához vezet, amiről lehetne egy ugyanekkor előadást tartani, csak most igyekeztem ilyen önmérsékletet gyakorolni. De igen, ez fontos. Le lehet törve a kérdésé, mert én is pont azt akartam, hogy miért lehet folyadékkal levegőt modernizálni, de akkor megvan a válasz. Így, igen, így van, és ezt tényleg el kellett volna mondanom azon a ponton. Igen, úgyhogy köszönöm. Még esetleg bárkinek kérdése? Ha nincsen, akkor én köszönöm szépen az előadást. Köszönöm. Ja, és most megszabadulok a pontra. Illetve egy pici aprósággal szeretnénk megköszönni itt az űrakadémia klub nevében. Folyadék, de nem modellez vele semmit. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. És most átadom a mikroportot, igaz? Igen. Úgyhogy most egy rövid, 2 perces...